Ács Rezső ezentúl hetente hallható az ország leghallgatottabb rádió csatornáján. A polgármester a Rádió egy szexárdi stúdiójában ezen a héten a már épülő Generációk Parkjáról beszélt. A Generációk Parkja az egész régióban egyedülálló közösségi tér lesz. A játszótéren és a fitness parkon túl mosdó, vizes blokk és pelenkázó is helyet kap majd itt. Ács Rezső a város polgármestere arra számít, hogy a terület nagyon népszerű lesz, ezért ő azt akarja, hogy hogy új parkolók is helyet kapjanak itt, hogy a környéken élők autóinak helyét ne foglalják el az ideérkező járművek. Ez fönt a Barátság utcában épül meg. A lényeg az, hogy a város mielőtt bármit tett volna, folyamatosan megkérdezte a lakosság véleményét. Három olyan fórum volt, ahol részletek a szexárdiak a közös programtervezésen, így fogalmazzak, hiszen ők választották ki a játékokat, az épület formáját ők választották ki. A beszélgetés során téma volt a szexárdi strand belépőinek drasztikus áremelése is. Ács Rezső ezzel kapcsolatban azt mondta, felháborították a történtek. A források felhasználása az nem úgy történik, hogy a szexárdok érdekében, hanem más például, mondjuk Petán a sportközpont mellett, amire én nem tudom, mekkora az ásadom igény van, a fürdőre, a húszadára lenne az ásadalmi igény. Szexárd polgármestere legközelebb július 17-én, pénteken délelőtt lesz hallható a Rádió egy műsorán.